Hello! Sziasztok, kicsi világ! Készítek el? Nagyon, na jó, már is belekezdjek a történet. Úristen, nagyon alacsonyan ülök amúgy, nem tudom. Szóval várjatok, picit, picit fejebb jövök. Szóval már is belekezdek, blablabla, blablabla, már is belekezdjek a történetbe? Pici a világ kávét, na ne. kérdés, Linda? Hülye kérdés? Ö, egy hónap száb. <laughs> Sziasztok, eló, eló, üdv mindenkinek. Szóval, pici világ. Ti tapasztaltatok már olyat, hogy nagyon pici ez a világ? Batman! Batman! <laughs> szóval, képzeljétek el! eléggé felháborodva a tiltiden, én mondhatjuk, hogy tiltid volt, amikor felébredtem, mert burnak, kalapálnak, már megint a jó is sem bele egyel fölöttem, egyet csak azt hallom, hogy potyog a az ablakom párkányára kívülről, nem a légkondison, a másikon. Na, mondom, fasza. Biztos konvektort terelnek, vagy nem tudom. Mondom, áh, felmegyek szólni, hogy azért a légkondimra vigyázzanak már a másik oldalon, hogyha pont ott csinálják. Felmegyek. Kopogok. Elmondom a problémámat. Cső, nagyon szépen köszönöm a, 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 az első hónap feliratkozást. Köszönöm szépen. Üd! Üd, üd, 117 feliratkozott. Mondjuk az jobban hangzik, mint amit én mondtam, nem? Azt... Hello! Köszi szépen az első napot! Beszélni meg majd megtudnok. Szóval, ö, bekapogok, elmondom a kis, előadom a kis problémámat a dolgokkal. Megjelenik a harmadik, ott volt a tulaj, meg egy munkás, megjelenik a második munkás. Hú, uh, szia! <laughs> ismertem, ismertem azt a szemét, mert az általános iskolás osztálytársamnak a második általános sulimból az apukája volt, aki gázszerelő, aki anyujéknak szokott vizet és gázt szerelni, akit jövő héten akartam felhívni, hogy kapja már le a konvektoraimat. Felmegyek, ó, szia Jani. Figyelj már, amúgy, 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 beszéltél anyuval. Nem, nem, figyelj mi lenne, mi lenne, hogyha... ...hogyha lekapnád itt nálam a konvektorokat? I igen, pénteken? Pénteken tökéletes. Sátok! Úgyhogy pénteken lehet, hogy megszabadulunk a konvektoroktól. Lejött, megnézte, hogy mit kell leszedni, hol kell leszedni. Yay! Yes! Yes! <laughs> aki nem tudja a sztori háttereit, több mint fél éve próbálok ezektől a szaroktól megszabadulni. Sőt, nem igaz, mert szeptember óta szerintem próbálok valamilyen gázszerelő szerezni, a, által megszabadulok ezektől a szaroktól. És rátok, néha megéri, hogy tiltiden ébredtek, és felmentek a felső szomszédhoz is és talán még valami jó is kisülhet a dologból. Úgyhogy... Görnéne, maga ma is milyen csinos mosolygós fej. Ó igen, minden nap felöltözök, és itt vagyok. <laughs> Nagyon szépen köszönöm Bert a csírt. Köszi, köszi. És a kedves szavaidat is. <laughs> Sziasztok, srácok. Úgyhogy... Úgyhogy... Ez ilyen... Uh, wow! Kicsi a világ. Kicsi a világ. És nagyon úgy néz ki, megoldódik az egyik problémám. Az ilyen unlimited power érzés, amikor így az ember elintéz valamit. Igen! Hú, nagyon unlimited power érzés. Fanka, nagyon szépen köszönöm a tier 2-es 13. csodálatos hónapot. Köszi, köszi. Valit köszönöm a csírt, hát megy a vonat. Peti, köszi szépen az ajándék felirat az első bolyt Köszönöm. Wow, mi történik? Ah. Ah, korra reggeli hype Értitek a levegőben? Betty nagyon szépen köszönöm a negyedik hónap feliratkozást. Köszönjük, szépen, srácok. Mennyire flex, a pont vettem fel én is Batman-es Ennyi. Csak a Batman póló. A Batman pólómhoz tökéletesen illik a Batman bugyin. Csak mondom, de azt nem mutatom meg. Bár köszönöm szépen az újabb csírt. Edis, köszi szépen a csírt. Köszönöm szépen, srácok, a támogatásokat. Peti 3i feliratkozott. Halló. És nem tudod, ki vagyok? Én nagyon ki vagyok, te is nagyon ki vagy, mert akkor tudom. <laughs> Mi az, hogy nem tudod, ki vagyok? <laughs> Egy megbeszélésen az alábbi bemutatkozás hangzott el Peti Péternek hívnak, barátaimnak csak. Péter, Péter kappa, majd enfulladtam a röhögést. <laughs> nice! <gül> Amúgy, srácok, nem tudom, hogy néztétek-e Discordon, lesz közösség találkozó augusztus 6-án, és tök jó lenne, ha így nagyjából ö, kapnék egy ilyen körvonalat arról, hogy hányan leszünk. Szóval, ha, ha gondoljátok, Discordon a közösségi találkozó szobában vannak az információk, illetve a visszajelzési pont, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ott megtaláltok mindent. Ha jönni szeretnétek. Még nem foglaltam, úgyhogy azért, hogy, hogy nagyjából lássam, hogy múltkor 44-en jeleztek vissza, és 30 páram volt voltunk, úgyhogy én most is kb. ezzel számolok, hogy a, hogy a véglétszám ilyen 30 körül alakul, aztán nehogy az legyen, hogy visszajelznek 50-en, és eljönnek 60-an. Szóval értitek? Lehet, hogy így is járunk. Jó, akkor ki kell venni pipet? Feljegyeztem. Megjegyeztem megjegyeztem, hogy kirakta oda azokat a pipákat. Azt hiszitek, hogy rossz a memóriám. Azt hiszitek, hogy aranyha a memóriám van, ami néha igaz. Ha arról van szó, hogy mit mondtam két perccel ezelőtt. De amúgy egészen jó. Nem kérdezte meg az úriember, hogy mivel foglalkozol? Nem, 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 ismer. Ismerjük egymást, Miki. Ismerjük egymást, meg anyukám is ismeri. Meg mondom, általános iskolába együtt jártunk a lányával, suliba, meg ilyenek. Náluk szerettem meg a spagettit. <laughs> Ez ilyen rendi. Batman bugyról beszél. Egy csomó Batman bugyim van. Mit játszom ma? Hát... Azt még én sem tudom. Most még én sem tudom. Most reggel semmit, főleg. Ez egy ilyen beszélgetős stream. Vagy lehet, hogy még rejtény fejthetünk. Az, az még egy opció. Szóval felkiáltója DC, vagy Discord, vagy ami tetszik. És, és ha van kedvetek, nézzétek meg a közösségi találkozó szobáját, hogy, hogy, megjelentek így vagy sem. Ah, ezt olyan szépen mondtam. Csodálatos spagettit csinálok, de lehet csak azt mondják, várj, várj Peti, a legfontosabb kérdés, van benne hagyma? Szia, szúvós! Hello, hello! Batman is a barlangja az alaksorba. No! Hmm. Sound interesting! Mesélj, hogy hogyan készíted azt a spagettit. <síthat> Szia, szexi csoki! Batmannek mennyi bugyja van? Batmannek meg Donnás bugyja van. <síthat> Kérdélet raktam, mert nem tudom, mi lesz augusztusban, de igyekszem ott lenni. Király, király. Örülök neki. Ehh, tűzhelyen. Mm. Damn, boy! <laughs> én nem tudok jönni, nyaralás a balaton. Ú, jó nyaralást! Hello, hello! Szia, kutyám! Jerry Lee! Istenem, de szerettem azt a filmet igen. És ha szétfő benne a hagyma, attól szokott besűrűsödni a szót. Nine? Nine-nine? Böki-böki is bugyja van Batmannek, ennyi. Valaki, amikor apirítja a húst, közé hagymát? Ez nekem új. Igen. Ugye milyen undorító? Ö, hagyma. Nagyon <laughs> Na jó, ez kicsit hirtelen ért. Miért? Szétfő benne hagyma, remélem már nem a Batman bugyiról beszélünk. Nem. Most a spagettiről beszélünk. Sajátok, nagyon szépen köszönöm a hájponatot. Kora reggeli hájponat szag a legjobb. <laughs> lila hagyma, fúj! Fúj, körözött! Sem lila hagyma, sem póri hagyma, sem új hagyma, sem sima hagyma, sem hagymahagyma, sem medvehagyma, sem lófasz hagyma. Nem tudom még milyen hagymák vannak. A fokhagyma az még oké, okay, de a többi az nine vagy zseni, fokhagyma az élet. A fokhagyma az jó. Az oké, okay, csalódtam. Dana nem szereti a hagymákat. De az ogrékat igen, hogyha ez számít. Tudom, hogy az ogra olyan, mint a hagyma. De, de az ogrékat szeretem, a hagymát nem. Szia, bia, hello, hello. Kikérem magamnak, én szeretem hagymát. Ez rendben ma. Utánom a hagymát. A fahéjat a savanyúságokat, a... egy csomó mindent a világon egyébként. Peti, nagyon szépen köszönöm az öt darab ajándék előfizetést Huawei-nak, Sifonnak, Sefrekinek és Don Dumbledore-nak. Don Dumbledore. Nagyon-nagyon <laughs> <Dumbledore. gül> szépen köszönöm az ajándékokat. Donna szereti az ógrékat, az ugrékoknak, mint a hagyma. Donna szereti a hagyma. Nein. De nem megenészem az okrékat sem. Meg nem is szagolgatom. Csak a tévében oké. Okay. Tévében mutathatnak annyi hagymát, amennyit akarnak, le van szarva. Néha így belegondoltam, hogy gondoljátok el, elmennék így, ö, nem tudom, ilyen főzőműsorba, és így közlöm, hogy én mindent hagyma nélkül főzök. Oh! <tosz> Szent és így. milyen lehet az ugraszaga? mint a hagyma. <laughs> a, a hagyma, az egyes villamos, és a... nem is, nem is, a 28-as villamos, és a... a blaha aluljáró szaga ötvözve. Na, olyan szaga van az ogréknak. Ez egy parfüm is lehetne, csak mondom. Az egyes villamos parfüm. Azt ki, neked tényleg alfaigényét vannak, oh Azért a pöri kicsit pura lehet hagyma nélkül. Jó, pörkölt nincsen hagyma nélkül, és nem, nem tudom, milyen szag van. Ümm. Nem tudom, milyen lehet pör pörkölt hagyma nélkül, mert a hagymát abba szét szokta a nyukám és teljesen szétfőzi, és nem érezni benne egyáltalán, meg keveset szokott belerakni. Az új hagyma sem oké, de azt is mondtam. Úgyhogy, úgyhogy a, pörköltet csak hagymával lettem én is, de minden másból kihagyható teljes mértékben a hagyma. Hagymaleves, ne fúj! Azért, azért üssünk már meg egy szintet az ételekkel. Az nem leves, hogy összeöntesz egy csomó lét hagymával. De ha aluljáró, melyik része? Ott sem mindegy. Ö, nem tudom, hogy melyik a legszagosabb. Még nem vettem szagmintákat belőle. Ennél nagyobbat még nem tévedtél életedben. Lol, what? <laughs> Dine! Nem kihagyható trigger szakás hangok. Nine! De hogy nem. Mindenből kihagyható a hagyma is. Olyan ételeket csinálok neked. Olyan ételeket csinálok neked, Megnyalod mind a tíz ujjadat, testvérem. <laughs> És egyikbe se lesz hagyva. Nine, nine, <laughs> Ma sonka hagymát ettem. Most akkor sonka vagy hagyma? Mi a pipi az a sonkahagyma? hagyma? Nekem mikor? Csinálj, mikor hívsz meg? <laughs> Na, na, azért fogjátok vissza a holgyort itt! Ez nem így működik, hogy mindenkinek csak úgy főzök ételt. Egyébként azért tanultam megfőzni, mert annyira válogatós vagyok, és olyan kevés dolgot eszem meg, hogy így nem hagytam anyukámra rá a dolgot, és így 13 évesen megtanultam főzni, főzögetni a saját ízlésemnek megfelelően. Inkább megtanultam főzni, és akkor onnantól kezdve azt mondták, hogy jó, ha nem tetszik, akkor csinálj magadnak itt. én meg azt mondtam, hogy tudod mit? Jó, <gül> csinálok. <gül> Pörköltet, krumplis tésztát, mindent hagyma nélkül csinálok. Ú, és miért a pörkölt az én nélkül? A krumplis én is hagyma nélkül csinálom. Milyen a pörkölt hagyma nélkül? Volt ügyes, hogy négy évesen csináltam először krumplis tésztát. Egyedül vagy segítséggel, illetve mennyi új volt benne a, krumplipucolás után. Ez van, Itt van egy sephelyem, helyem, ami krumpli közben szereztem. De amúgy az egész karom szét van égetve. Ott is van egy égésnyom, Itt is van egy égésnyom, Itt egy egy anya egyet vágtak ki az a fehér folt akkor te nem tudod, milyen a jó lila, hogy a bundás jó, de a hagymát nem szeretem, szóval valóban nem tudom, hogy abban mi a jó, inkább azt nem tudom. Mm, Medve hagymás más a fúj. Fúj. Közösség dal, dalira Danna fog főzni, biztos, hogy nem. De egyébként az a jó, hogyha én ajánlok bárkinek valamilyen ételt, és tényleg ez a legjobb a világon. Én ajánlok bárkinek valamilyen ételt, az fixen finom. Mert annyira válogatós vagyok, hogy abban csak a nagyon jó kaják férnek már bele. <laughs> Úgyhogy az fixen finom legalább, amit én ajánlok. Abba lehet bízni. Mondjuk én szeretem a halat, és azt sokan nem szeretik, mondjuk nem értem, hogy nem lehet szeretni a halat. Damn. Régen mondogattam a nővéremnek, hogy hagyjál már, ő meg visszakérdezett, hogy milyen hagyma, ja Istenem. Sok. Sokkal jobb, annyi, hogy fokhagymás port teszek hozzá, utána, amikor eszem is ráharapok a szottyos hagymára. Ja, hát igen. Máshogy válogatós, tehát amit te Fininek gondolsz, a Tomás buázik, azt kétlem. Kétlem. Legalább nem vagyok egyedül azzal, hogy válogatós vagyok. Én ilyen ultra, ultra, hiper, szuper válogatós vagyok. Mindent Titeket is kiválogatlak, vigyázzatok! <laughs> És egyébként tényleg a cseten is válogatós vagyok. Hmm. Az nem baj, ha az ember egy kicsit piki, nem? Szia, Simpson. Szia, Koszlidén! Kiválogat! Vigyázzatok, mert kiválogatlak titeket is! Nem tudom, hogy lehet még enni a halat. Hogy lehet megenni a halat? Ettél már az Egyetlen nincsen halíze. Imádom a szusit. Most elgondolkodtam, hogy ebédre bevágok egy, egy 46 dravos nagy lazac tálat, és így... Mm. yeah, boy! Tio, 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 tio. Így. Akkor én hogy maradtam itt, ha válogatni kell? Vigyázz el, meg kiválogatlak téged is. <laughs> Squid Game of Donna's Chats. <laughs> Valahogy így. 200 méter múlva forduljon balra. 46 darabos, nem azt adják családi állni mm, Lehet, de ha eleget ülök egy helybe, bevágom. Az a baj, hogy jobban szeretek enni, mint amennyire szeretnék vékony lenni. Van <laughs> egy válogató versenye, jól teljesíteni? Hallod? Profi válogató vagyok. Ha arról van szó, mindent kiválogatok, főleg ami nem az enyém. <laughs> főleg ami nem az enyém. Ultra válogatós vagyok mindenben az életben. Mindenben. Filmekben, emberekben, kajában, ruhákban, minden. Nem, ez az egyen fölöttem lévő lakásban zajló konvektorcsere. Nice, mi? Piratokon belül lejön a szomszéd. Nem hiszem. Talán nem. Talán nem. Please. De az a jó, hogy pénteken nekem is leszedik a kormektoraimat. Megszabadulok tőlük. Annak a testének nem finomkodnak. Igen, igen. Viszlát! ocsmány konvektor, amit én festettem le fehérre. Tudtátok, hogy milyen nehéz? Please, ez miben volt? Micsoda? Mi miben volt? Szia, Peti! Ez a kopogás úgy hangzik, mintha valami törzsi beavatási rituláj lenne a lakásba. Vakatakára, vakatakára, via vacána, hója te. via vána mitikoláda. Vagy a koláda

Här sin klar drog over saftenhalt. Till årgevars kusmafantande kan kundras. Jeppenhane fan sinkra! Här sin klar drog over saftenhalt. Till årgevars kusmafantande kan kundras. Jeppenhane fan sinkra! Nekem van egy skillem, hogy sok filmnek játéknak tudom a megjelenés időpontot. Érdekes. Szia, dupleti! Nem beszélek indiául. Lajász kiváltotta bang Bang-et. Na szép. Még itt énekeltetnek korak reggel. Bibúp. Hello, papú, ez egy te Mi miam, mi a miam, 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 miam. miam, 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 miam. Így volna, a fejem <coughs> I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shut me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. Then I fell down. Bang, bang. My baby shut me down. Seasons came and changed the type. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, Remember when we used to play bang bang? I shut you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. And I full sound, bang bang. I used to shoot you down. Music played, and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't even take the time to lie. A piótás ember segít, hát csak rajta. Ezen már semmi nem segít. Fél lábbal a sírbe. Sírbe, főleg. Egy pellet hallgattam, és eszembe jutottál, hogy láttad a tökéletes hangot, ez a pitch perfect, azt hiszem az egyet, igen. Szia, Tomi. Kézzétek el tegnap, tegnap énekeltem a kis, kisgyereknek, ugye nővéremnek a gyerekének, mulatóst is szoktam, a fiesta mulatosnak számít? <laughs> Egy fa törzsbe víztem a nevedet, közben ragyogni láttam a szemedet. Erre a vénfa meghatódva, rózsaszín virágot hullajtott. Egy ilyen fa vagyok én is. Szomorú, magányos. <laughs> Ez, vagy az aranka szeretlek? <laughs> Valahol hú a mező végén ott volt a és itt a vihar. De te arra fel sem dugtad orrodat, elszúrultam, s aztán az mentem. Pedig úgy egyeztünk meg, hogy találkozunk, aztán kiderült, hogy a találkoztál, legalább szólhattál -e volna, hogy ne álljak a mező széli, mint egy idióta hülye. Ó, oh, oh yeah. Vártalak, csingizolom az itt ákapom fel a kasztomba, tiszta szívből szeretlek. Miért csináltad észre? A szókot is én fizettem, és soha semmit nem fizettél, mert egy turkáló Dolgozol. Vettem neked lepcsit is, laskasszülőt, tápsizetet, de azt nem érték át, hát még csengőzölő még csalta. Nem tudom tovább a szövegen. <laughs> Pedig hittem, hogy egyszer nekünk, kölykünk is lesz. Sok a éjszakánként a utána. <laughs> Na jó, abajtam. Zenei tudással megy óvodába a gyereket. <laughs> Elénekeltem neki a méhektől a barbidalt is. <laughs> Jönnek a macik, brumi, 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 a gyilkos macik. <laughs> Azt mondom, ezzel lehet csajozni? Hogy a viharban ne lehet csajozni? Én olyan, olyan, jól tudok csajozni ezekkel a szövegekkel. Jó hangok, ez nem tudom, melyik részére gondolsz. <laughs> Szerintem nem egyszer hallgatta meg tehetséges. Na, no, te sem mehetsz majd a gyerekem közé, majd én azt eldöntöm, jó? Majd én azt eldöntöm. Énekeltem, de neki normálisokat énekeltem egyébként. A gyereknek tök normális dalokat énekeltem. Brothers of the mind, rejoice, swing, swing, swing with me, raise your pick and raise your voice, sing, sing, sing with me, down and down into the deep, what we find, nem tudom, what, But... Will find wie Pinit. Passt, tudsz sajózni, hány sajt akar már elmenni vele. Vicce, ez 2012-ben volt ez. Kint voltam animekonon, és egyszer csak rohan felém egy csaj, kitárt karokkal. Da... Oké. Okay. Várjál, ilyet szól, hogy Lendikus vagyok, és annyira imádlak, te nem ismersz engem, de amúgy követlek Facebookon is. Ah, bár csak eljönnél velem egyszer egy randira, és átöl el. Én meg így... Oké. Okay. Szóval, én anélkül tudok csajozni, hogy csajozni próbálnék. Tesó. Követ, be. Mert 2012-ben menő volt engem stalkolni, csak mondom. csak szerint. Nyilván. Ez, ez, annyira abszurd volt egyébként. ez annyira abszurd volt ez a, ez a jelenet, hogy hihetetlen egyébként. Szia, Bobi! Utána tök jobba lettem a csajjal, nagyon jó fej volt, és amikor a bkv dolgoztam, akkor volt, hogy amikor ö, nyugatiban voltam, akkor jött négy órát velem végigelni ott, a nyugatiban, lent az aluljáróban. Az <laughs> vicces van. Vicces volt. Ja. Ja, jó fej volt, hafu. <laughs> Szia, Poli! Hello, Ezek, ezek tök jó részei. De Poli ezt az creepy. Nyilván. <laughs> de voltam úgy srác ismerősöm is, aki meglátott, hogy jét a metróban dolgozol, és így ott állt velem négy órá. Szóval akkoriban érdekes ismerőseim voltak, maradjunk ennyiben. Donna rájött, hogy az amerikai konyhát preferálja a mexikóival ellentétben What? Szeretem a mexikói kaját. Nem, nem értem most ezt teljesen. <laughs> nem értem. <laughs> me, where, me where, the daughter of the sea Me where I heard him cry His words carried across the ocean deep As he sang beneath the tide See, I'm not a donna boy, I'm done a Én 2010 óta Dana néven futok, még akkoriban nem streameltem meg semmi ilyesmi. Milyen típusú lány vagy az idegenekkel? Hát nem tudom, még egy ufóval sem találkoztam őszintén szólva, de egyébként én alapvetően ilyenrel most az elmúlt 5 évben nagyon távolságtartó vagyok. Nekem az, a köszönési forma az a kínos integetés mindenkivel. Sziasztok! Szóval nekem a kínos integetés a köszönési formám. Ez régen nem így volt. Ez régen nem így volt, de nem bírom, hogyha hozzám érnek. Főleg random. Kicsit ez ilyen... Kicsit ez ilyen rosszul érint a dolog. Így van, nincsen danna simogatás. Nincsen, a, nem, John, ez, az, ez a vállamra is értendő, hogyha hozzányúlnak a vállamhoz, úgyhogy nem veszem észre előtt, és véletlenül hozzám ér valaki, vagy random hozzámér valaki, ez nagyon-nagyon-nagyon rosszul érint. Úgyhogy... Úgyhogy nem bírom az ilyenek, úgyhogy nekem kínos integetés az. Hello! Kedvencem. Életél, hogy annak kínosan integesen. No, te, a... azaz, tacsi, tacsi. Lelkitörés? Nem, egyáltalán nem lelkitörés. Nem lelkitörés, én ilyen vagyok. Veszek, a random fószerek csapnak a seggedre utcán, akkor visz csak. What? <laughs> Nein. Sosem történt ilyen szerencsére, és nem is akarom. Belefér... Hogy férne bele? Szerinted, hogyha nem szeretem, hogy hozzáérnek a vállamhoz, akkor, akkor az oké, okay, hogy felkap valaki? Szerintem rúgnám, és agyon verném. Valószínűleg ott helyben nagyon vernék valakit, ha ilyet csinálna. Rendkívül agresszív vagyok. <laughs> Vigyázzatok, rendkívül agresszív vagyok. Régen dükezelési problémáim voltak. <laughs> az helyezben nem az is letépjük a kezed. Így, így. Tartsuk magunkat ehhez. Tartsuk magunkat ehhez. Hozzáérsz Dana-hoz, és letépj a kezed. Be! <laughs> ha te egy gömbbe, megyünk verekedni egy V-egy blaha. Nem, nem mennék gömbbe, csak lenne, vagy így is van egy olyan kisugárzás, amit nagyon szívesen elkerülnek az emberek. És például nem igazán jönnek nekem, bármiről legyen szó. Ha megyek, akár pláza, aluljáró, utca, akármi, az emberek elkerülnek. Kicsit olyan, mintha lenne egy ilyen, ilyen taszító légtér körülöttem, és nem a szagom miatt, mert, azt, mert többen megegyezték, hogy az rendben van. Mindig megkérdezem, büdös vagyok? Hmm. <laughs> Még elmegy. Szóval általában megszoktam így kérdezni, ugye nem vagyok büdös. <laughs> Ez nagyon érdekes. Ilyen védő ura így, pontosan. Ugye ez harapok pólósóba. Ne, ne. Kapsz egy olyan hogy vigyázz a Danna harap. Na az. Ez lesz kint a kerítésem, ha valaha lesz kerítésem. Vigyázz, harapós tulaj. <laughs> Szia, Bruzi. Hello, hello, Bár lehet, hogy ezt az ajtómra is kirakhatnám. Nem csodálom, velem akkor lett így, amikor fél éve laktam fent Pesten, nagyon távolt távolságtartó és antacsi lettem. Nekem is talán ez volt egyébként a baj, hogy egy 600 fős faluból költöztem Budapestre. És ugye annyira más volt a közeg is minden, és hirtelen volt. Az első, hogy egy az, hogy tömeg lett. Kettő az, hogy nem. Inkább sétáltam mindenhova, mint hogy buszra kelljen szállnom, vagy ilyesmi. Melyik kerületben lakom, a címemet nem mondjam el. Brothers of the Mind, rejoice, swing, swing, swing with me. Azt ne. Hát akkor a kerületet sem mondom el. Real life indikátor, hogy ennem milyen piti. Hát ennyi. Kis faluban nőttem fel. A, várj, a, a 69. kerületben. van, pontosan. Mmm, a 69-es. Kikérem magamnak, privátban elvontad a figyelmem. Szóval kérdőjelezzük csak újra meg, hogy Linda miért is ment a győrbe. Hanem kicsi B-hez. Kicsi B-hez? 4 mellett van a 69-es kerület, így van. Nagyon más. Annyi nép mindenhol, mindenki fut és ideges. Igen. Kezdődik. Egyszer kiárusítalak. Egyszer kiárusítalak, Linda. Nem kell megadni a címed. Megkövet, aki tudja, akar, tudni akarja. Oh no. Ne csináljátok ilyet. Yeah. That's creepy as shit. Bár volt, aki már itt a ház előtt rám volt, meg így. What? Denna, bocsánatot kért tőlem Instagram üzenetben, hogy rám ordibált az utcán, de ő is meglepődött. Hát haver, én is meglepődtem. Jó, that's fine. That's totally fine. That's totally fine. Reggelem m 3 metró buszon olyan hering party volt, azt hittem néni molesztálni fog. Vár, itt a kérdés az, hogy élvezted volna, ha molesztál, mert akkor nem molesztálás. <laughs> Van már távoltartási végzésed valakivel? Nem. Nem. Ki akar Győrbe menni, az az én területem. Csibói, Szentföld. Egyébként nagyon sokan laktok Győrben, csak mondom. <laughs> Mindkettes sírunk, nem erőszak, de... Sajnálom, mert ez de az annak számít. Mennyire kicsi fal... Most mondtam, hogy 600 fő. Nem mutassam a régi házunkat? <laughs> megmutatom nektek az egyik házunkat, ahol éltem. Szia, Szelen! Hello, hello! Györkönnyéki lakom, de közel. Mm. Brothers of the Myjoy, rejoice, swing, swing, swing with me. Na, várjatok. Window capture. Ország azon részén laktam. Itt? Na miért nem mutatja? Jó, most nem mutatja. Itt laktam. Egy Egyből felvág. Majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyire lesz felvágás. -e. Igen, ez a út itt. Itt van az utolsó utca. A te itt a temető. Itt a temető. Na várjatok. Megmutatom nagyban inkább. Window capture. Google térkép. Szóval itt a temető, és én a temetőn kívül laktam. Szóval itt a temető, és én itt a temetőn kívül laktam. Itt. Nem, kicsit fejebb. Gyűrűjág, a szekta gyűrűjág, a temetőszökevény, nem, nem. Itt, ez az a ház. Szóval ezt mindenek mondanám, csak felvágásnak, nem. Azóta ez régi kép. Ez azóta teljesen összedőlt. Ez a ház azóta teljes mértékben összedőlt, úgyhogy... Ja. Nézzétek, meg, milyen hullámos a tető. Szerintem mindenkinek van egy Danna Walter. What? <laughs> csak nem. Ez itt, egészen ideig, ameddig látszódik, ez végig teljes mértékben izé volt. Ööö. Mi ez? Szülős. Ez a mi kis szülősünk volt. Még ennél tovább, mint amennyi látszódik. Igen, ez is csak egy ideig lesz. Aztán innen ugye meséltem a creepy csávóról a szomszédban, ide költöztünk át. Ez még élhető ház, ez nem dölt össze, ide költöztünk át. Ideig eddig az ajtó, itt van egy ajtó, ideig eddig az ajtóig, ettől az ablaktól egy nagy szoba volt, amiben nem mehettünk be. Szóval lényegében a ház fele az nem volt használható, mert itt, innentől kezdve az már egy melléképület nem voltam az alapító gyűlésen. És ez a kert megint csak hozzánk tartozott itt. Itt elég sokáig hátrafelé, még a dombon túl. Hát ezek a parasztházak. Igen. És itt ebben az épületben nem volt bent víz, nem volt bent vécénk, sem running water, de cserébe itt volt egy csap. <laughs> Ott a kék csap. És... Ide jártam suliba. Ide. Ez egy kastély egyébként. Ott van a nagy kastély része, ez csak a melléképület. Kék út, ó oh, igen, kukoricás a másik oldal, jaja. Ide jártam iskolában. De ez nem az, ez a tanári épület volt. Innen látszódik valamennyi? Ez mind az udvara az iskolának, még mindig. Basszus, nem látszódik a suli fenébe. Tök hogy simán felvállalt, hogy hol laktál, sokan nem teszik meg. Nincs ezzel semmi baj. Előtte meg, várjatok. Előtte meg. 8 kilométerrel arrébb laktam. Vörös Marti itt. Ebben a házban. Ez volt előtte a házunk. Hát elindulhatnak oda, nincs ott semmi. Meg senki, aki ismerne, úgyhogy... Beszédeden sem érződik, hogy semmi vidéki... Ah, köszönöm! Rigázó, köszi szépen a csírt! Köszi szépen a támogatást! Szóval ez meg a második volt, igen. és hát ez volt az első házunk, az meg a másik kettő, miután elköltöztünk innen. Történelmi döntő túrák. <laughs> Feldobja a helyi turizmus, de ez egy fokkal jobb falu. Ez egy fokkal jobb falu, mint ahova átköltöztünk innen. Ez volt a pici házikunk. Amúgy ez nem is olyan pici. És amikor meséltem, nem tudom, hogy emlékeztek-e hogy meséltem az első rémámomról. Ezen az ablakon, ezen a tetőablakon ugrott be a macska szörn, és ezen az oldalablakon nézett be a Teranodon. Az első rémálmomban ilyen történelmi helyszíneket mutatok nektek. Hihetetlen. Hihetetlen, milyen történelmi helyszíneknek lehettek tanúi. Akkor kezdjük el írni a Danna történelm könyvet. Az igen, wait, what? <laughs> az első rémálmomban az volt, hogy a beugrott ezen, amire emlékszem, ezen a tetőablakon, és ezen az ablakon pedig oldalról benézett egy táronodon. <laughs> Ez volt az első rémálmom. Itt meg szemben a nagy nagymamámnak a tesúja alakot. Brothers of the mind rejoice, sing, sing, sing with me. Raise your pick and raise your voice, sing, sing, sing with me. Down downing down into the deep, what will fall? Will we find, we nincs. Nem tudom, hogy van. Story 50 millióba sokat fog érni. Vegetok meg a videót. Nem hiszem, hogy bármit fog érni. Nem a DT macska hanem a Scooby-Doo-ból a macska <laughs> a covid a macska rácok! Ah. Ja. Ágám. A scooby doo a macska nővel álmodtam rémálmokat. Ah, jó kis izé. Ez a szoba, aminek ez az ablak, az sosem készült el. Ez lett volna a nővérem szobája, de sosem készült el. Sok scooby néztem, igen. scooby van egy macska nős rész, bizony. Bizony, srácok, ha nem tudtátok volna. Itt van egy ilyen sétáló köz. Egyszer teljesen elöntötte ez a patak. Az <laughs> gúra jó van. Ah. Oh, I see you're a woman of culture as well. <laughs> Így. Na, Kajdacs. No, 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 no. Szepe, köszönöm szépen a csírt. Köszi, köszi. Mmm, Scooby-Doo. Derünk Scooby-Doo, szörnyű háború, ami vár rád, Nem látszik pont az én. Nem látszik a tó. Itt volt két tó. Mm. Itt kellett minden nap elbiciklit. Várjatok. kúra hosszú bicikli út volt amúgy. Itt ez sokkal mereg mint amilyennek tűnik. Ez itt. Itt felbiciklizni. Ah, minden nap. Aztán még eljönni erre, el, erre, el, erre. El, el, el a kocsma mellett. <laughs> Nyilván tudjuk a kocsma. Itt be, itt. Itt volt egy nagyuk Itt volt egyszer egy nagy lyuk. éppen a... Ezért. Mi az? A gázvezetékeket. És beleestem biciklivel. <laughs> és a nővérem itt megállt, Nézi, kiszed. Jól vagy? Aha, jól vagyok. Jól van, akkor be tudsz menni a suliban. Csá, ott találkozunk. Nem messze volt már innen az iskola. Mert itt végigjöttél, itt végigjöttél, és itt van, itt volt egy biciklis bejárat a suliban. Babosnokedli huszár köszönöm szépen a harmadik hónap feliratkozást! Köszi szépen! Nagyon flash úgy, így gondolni, hogy milyen helyeken éltem. Babosnokedli huszár feliratkozott. Ja, de, itt meg, ezen a sarkon... Nem itt, egyre arrébb. Ott fönt. Ez volt a... ez volt a... izé. A... mi az? a szánkós dombunk. Ez a szánkós domb. Brothers of the mighty rejoice swing, swing, swing with me. <hül> Na, miért nem akarsz átmenni a másik sorokra, légy szíves? Ide. Nagyon jó. Itt mentem. Piciklisek! hello! És így ismerném őket. <hül> Jövőbeli Danna történelem könyvre és Danna emléke. Egyébként azt hiszed, azt hiszed, túl vicces, amit mondasz, de gondolkodtam már róla, hogy írok egy könyvet, ami félig ilyen emlékirat, nem csak az enyém. Elég durva lenne, elég durva lenne, és biztos vagyok benne, hogy lennének, akik megvennék, mert brutál, brutál lenne az egész. Na mindegy. Itt állt egyszer egy szarvas. Kurvára befostam, onnan jöttem biciklibe, innen így végig mi. Erre jártam minden nap Suliban. És itt állt egy szarvas is nézett, és tökre féltem amúgy, hogy nekem fog jönni, de csak ott állt egész nap. Sokan azért fizetnének, hogy hagyd ki őket a könyvből. Nem hiszem. Madocsán, ha. Na mindegy, úgyhogy ja. Ebben a faluban is éltem. Durva. Pá -n -pá -n -pá -n -pá -n. Például itt az utcában, akik laktak, egy, más, egy osztálytársa még, ők elköltöztek izébe, Dubájba. Úgyhogy ebből a faluból, srácok, csak kiút van. Ebből a faluból csak kiút van. Innen már csak jobb lehet, ha elköltöz. Én nem már csak jobb lehet, ha elköltözöm. Hát, hogyha Budapestről elköltözöm, akkor vagy azért, mert agglomerációba költözök és építek egy házat magamnak, ami nem valószínű, vagy pedig külföldre egyébként, vagy Budapest marad. Hát a habibi, <laughs> az igen. Úgyhogy a éles melyetés, Alsó bögyörös, valak pusztáról Dubájba. Pontosan. Ugye milyen jól tették a családfele az izére költözött? Ö, mi az? Angliába, Londonba költözött, a másik fele meg Dubájba. Úgyhogy az egyik lány, az egyik lányuk, az nyolcadikos volt, nyolcadikos balagásán hat hónapos terhes volt. Just falusi things. Úgyhogy, úgyhogy, ja, dolgok. Jó, jó kis falu, jó kis falu. Jól házasodott, nem volt férnél. Jézus. Miért neki az élet? Falusi things. Egy reggeli Dana tökéletesen kitölt egy mosogatást és egy reggeli készítést. Nice! Ilyen nálunk is volt ennyi. Ja, és 31-en kezdték azt az osztályt, amiben a terhes lány járt meg az unokat és és hatan végeztek, sejca. Hatan végeztek. Milyen Fortnite? Nem is tudom, hogy volt-e internet egyáltalán a falunkban. <laughs> Nem is tudom, hogy akkoriban volt-e egyáltalán internet nálunk a izén kívül. A... 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 Tudjátok, ahol be lehetett ülni, gépezni közösségi ma Hatan végeztek. Igen, 31-en kezdték, és hatan végeztek az osztályban egyszerre. Költözök vissza vidékre, az is januárban cél a britek. Na, hajrá, hajrá. Ez ilyen. Most a közeljövőben fog Budapestre költözni pár hónap múlva. Hát amúgy sok minden megváltoztatott a Budapestre költözés, de ja, mivel szórakoztak akkor a fiatalok javárt, tudjuk, babásztok. <laughs> hát meg hófotelt építettünk az út közepére, hogy ne tudjanak elmenni az autók, ami egyszer-kétszer arra járt. Damillal, meg botokkal horgáztunk a tóban. Beleestünk a folyóba. <laughs> <laughs> Egy trapám is beleborult motorra. <laughs> Ez a sárvízbe. Akkor bököttük a helyi részegeket, mentünk a kocsmába fagyizni. Nem tudom, miközben úgy elmentek. Ó, Docs, különösen egyet szeretném, vagy mehet, amelyiket én szeretném? Játszunk, köszönöm szépen a rédet, hello, hello. Na, itt up to you. nagyon helyes. Egy itt a potok, egy másik itt kapitik a potok, mert a potok, és a potok, újság, mit csináltál el ikkor reggel? Kért csináltunk, elhagyott ott rovos őrsön, ahol kodoztuk. Tessék. <gül> <gül> Emi nem a sarokban Az persze. Én is tudom. Nem ennyi volt. Egy icike picike pocok, pocakon pöckölt, egy másik icike picike pockot, mire a pocakon pöckölt, icike picike pocok pocakját is jó, pocakon pöckölt, az ő pocakon pöckölő icike picike pocok. Ez egy luxus dolog volt. Nehet, ugyan már, ugyan. Milyen internet? felesleges hülyeség volt. Pöck! Te vagy már egy pöck! Amúgy lassan elrontottam, amikor gyorsan mondtam, akkor nem. Figyeltem, helyes volt az egész, mert csak azt az egyet tudom helyesen. Csupasz csiga csalánycsúcsán, cselenk csipegetve fent láng. de de csalánycsúcsa nem csipi, csúró csigát, csupasz csápo, meg csipi. Amúgy egy csomó ilyet tudtam régen. Best. Egyszer a Holti szában ö, Damil horgáztunk haverokkal, és fogtunk egy pontyot, hárman kellettünk, hogy kiúzzuk, és elfelejtettünk kist vinni, szóval megint is a tudtuk, ment vissza a <laughs> 2001-2 környékén volt internetem. Nekünk négyben, szerintem. Erre pillanatra vált el egész életedben. Melyikre? Egy csomószor mondtam már el ezt. A nyelvtrőt ezer éve még elég volt, hogy ültem az útszérén és néztem a bogarakat, amúgy tényleg. Az a baj, hogy túl sok inger ér minket a napokban, a hétköznapjainkban. Annyi inger ér folyamatosan, például az internet, social media, akár csak kint az utcán folyamatosan, hogy amikor kicsit inger szegényebb környezetbe kerülünk, ami mondjuk pihentető vagy meditatív lenne, akkor nem tudunk vele mit kezdeni, és megjelennek az ilyen elvonási tünetek egyébként, hogy nem nyújt hozzá telefonodhoz, nem szórakoztató semmi, halára unod magad, hogyha nincsen semmi, nem tudom, egy órán keresztül, és nem bírjuk ezt az inger szegény környezetet elviselni, és annyira furcsa. Nagyon szeretnék egyszer elmenni az El camino -ra. Ezt már meséltem korábban, hogy egyszer nagyon szeretném végigjárni, a leghosszabb útvonalát. Érdekes. Szóval, ja. Ah, oh, de imádtam számháborúzni! Úristen! Legjobb dolog volt a világon. Egyszer gondolkodtam rajta, hogy hogy egy számháborút kéne szervezni. Nincsenek ilyen számháború pályák Pesten? Számháború pálya. Vicceltek? Ha lenne ilyen számháború... Van számháború pálya. Ha találnék egy rendes számháború pályát, srácok, lehet, hogy szerveznék egy számháborúzást, egy ilyen danás számháborúzást. Úristen, mekkora átmenne! Ha csak 8v8-ba összejönne már ez a számháborúzás, szétadnám. Szétadnám a Mekkora lenne egy számháború, Dan, Natali. Fú, kirázott a hideg is, Dél, de ott mozogni kell, de számháború, mennyire király, mert mindig, amint bementünk az erdőbe, és elkezdtük a számháborút, azonnal pisilnem kellett minden egyes alkalommal, ez szerintem így ilyen törvényszerű. Mekkora flash lenne? Nagyon, nagyot menne, az biztos. Pénybólozni nem akarok. Számháború, az nagyon király. sing, sing, sing with me. Mi mindig erdőben számháborúztunk, és akkor... nem, nem írhatod a saját számodat, lehet, ez nem így működik. Imádtam a számháborút. Gokert, Airsoft, Paintball, nem, nem. Nem. Az Paintball amúgy. De, de ezek így nem. Nem bántjuk. Hogy a erdőben számháború, az persze. Mert... Hogy ne. Kárfixen fixen akkor, mert nem tudná kimondani senki. <sínt> ja, a fény, értem, értem. Minek pálya egy mély erdő kell. Ja, aztán eltévednek az emberek, én nem vállalok senkiért felelősséget. Nein? nintendo már jó volt az első gim, Hogy működik a számháború? A számháború az, hogy mindenkinek van a fején, itt a homlokán egy szám odarakva. Ilyen kartonpapírral általában, és rá van akasztva a fejére, és ö, két csapat van, az egyik egyik színű, a másik másik színű, és így a fáknál kell bújkálni, hogy erre is a számodat és ne tudják leolvasni, de ha valakinek leolvasott is, ordibálott hangosan kereszt. a számát, akkor ő kiesett, olyan, mintha lelőtted volna. Megszó, nagyon szépen köszönöm a 47. csodálatos hónapunkat, Megszós! Köszi szépen a 47. csodálatos hónapunkat! De nem takarható, így van, nem takarható el a kezettel, csak tereptárgyakkal lehet eltakarni. És nem úgy, hogy viszed magaddal a tereptárgyat. Hanem, hanem bebújsz fák mögé, bokorba, vagy lefelé nézel, és úgy fut, úgyhogy... És nincs hasonlás. Ja, 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 ja. Igen. Meg... De tankozás van. Mi állandóan tankoztunk. Például az olyan, hogy fogsz egy másik embert, és így szemben állsz, és összenyomjátok a homlokotokat, és a számokat előre kapod meg. Egy mintára van az összes. Általában négy vagy öt jegyű szám szokott lenni és egymásnak nyomjátok a homlokotokat, és mondjuk úgy mentek valahova, azért, hogy ne tudják leolvasni. Kurva jó, annyira éltem, úristen, ah, kell egy számháború, imádtam, imádtam, főleg az, hogy mindig alacsony voltam, és gondold el, Linda, amikor egy magas emberrel próbálsz tankozni. És ha én olyan lusta vagyok, hogy gyakorlatilag terepárnak számítok. <laughs> Volt egy, volt egy, haverom, akivel mindig együtt mentünk, és úgy, a srác szerintem, hogy másfél fejjel magasabb volt nálam, és nyomta hozzám a homlokát, én meg csátesó, mizu, jó itt lent nálunk. <laughs> ja, és, ja, nagyon jók. Két perc után unnerre az egészre. Én nagyon sokat szemháborúztam. Én nagyon-nagyon sokat szemháborúztam és iszonyúan élveztük minden egyes alkalommal. Tudod, még akkoriban nem volt ez az inger is. Van egy saját elkerített kastélyparkunk, aztán ott nehéz eltévenni, de Ginger viszont van bujkálni. Szégény dányádi kastélypark, az igen, de komoly. Vad király a Ó, oh, nekem is, azt, azt én is szerettem, csak ugrani így. Á, el! <laughs> és így szaladtál. Régén sok ilyen játék volt, és jobb volt, mint most a legregább pc game. Mindegy, imádtam a számháborúzást, az egy, az egy életstílus szerintem. Na jó, sajátok, köszönöm szépen, hogy részt vettetek a mai reggeli streamben, és találkozunk délután. Addig legyetek jók és szabad tiszta! Sziasztok, pepes!